minden kedves tanárt és projektes diakot! A Nándalóczi Alapiskolából érkeztünk, mesterségünk címere S betűre kezdődik és R betűre végződik. Szeretnénk bemutatni projektünket, melynek címe Megnyílott a Nándalóczi Schuster műhely. Jó szórakozást kívánunk! Mielőtt bemutatnánk a foglalkozást, beszéljünk magáról a termékről, a cipőről. A cipőszó középkori német eredetű. Első előfordulását az 1380 körüli Königsberg töredékből ismerjük. A cipőszó magyar fejlemény, a cipellő összevont változata. A cipő bőrből készült lábbeli, amelynek a lábfejet körülvevő zártabb felső része van. Azt szerint, hogy mennyire fedi a lábat és milyen a formája, a neve is változik. Lehet saru, papucs, bocskor, cipő vagy csizma. A lábbeli viselet kialakulása elsősorban azzal magyarázható, hogy az ember testét, így a lábfelületét is védeni kellett az időjárástól, másodszorban pedig a járást és a munkavégzést segítette. A lábbeli ősi alakja a talpallal kötött fa, kéreg vagy bőrből. Ebből fejlődött ki idővel a ma is alkalmazott forma. A lábbeli készítés legfontosabb nyersanyaga az állatokról lenyúzott bőrból. Egyes néptörzsek azonban csak növényi rostokból, sasból és indalból font szandált viseltek. Trópusi vidékeken a benszülöttek a mai napig is készítenek pálmalevélből sarut. Fordásunk egy rövid történelmi áttekintése. Megnézzük, az egyes korszakok milyen cipődivatot követnek. Az egyiptomi lábbeli viselet nem volt jellemző mindkét nemre. Inkább a férfiak hordták sarut vagy szandált, a nők mezítóbb jártak. A rabszolgák megkülönböztetésük miatt hordták a sarut, melynek talpa meg volt jelölve. A görögök is egyszerű szandált a sarut hordták. A rómaiaknál a lábviselet szélesebb körül volt. Rabszolgák többnyire mezítóbb jártak, és az eladhatóságukat a lábszolgákon jelölték meg mésszel. Szabad polgárok szandalt viseltek, az utcán pedig magas szarú vastag talpú cipőt. A nők a gazdagon hímzett, gyöngyökkel kirakott lábbeliket kedvelt. A középkori divat a legjellemzőbb formát a csúcsívet követi. A csőrös cipők voltak divatban. A viselőjének a rangját is jelezte a cipő orrhegyének hossza. Minél nemesebb, annál hegyesebb. A reneszánsz korszakában a férfiak szélesorú lábbeliben jártak. A hölgyektől a sudár megjelenést igényelte a kor, amit a ruha alatt cipőjükre szerelt, magasított fatálpál írtek el. Magasságuk a 25-30 cm-t is elérte. A barokk korban nagy jelentőségű a magas sarok alkalmazása. A hidalkodó férfi divatra jellemző a szalagcsokros, sűrű csipkével díszített cipő, csizma. A történelmi áttekintést a 18. századra fejezzük le, amikor is megjelenik a rokokó stílus, világos áttetsző lengeruhányagok, érdekes parókkal és csatos lakosság cipők jellemző. Kikáci Pész rokonái, mutassuk be röviden, kik foglalkoztak még bőrkészítéssel és cipővárossal. Ahhoz, hogy a cipész dolgozni tudjon, megfelelő minőségű bőrre van szüksége. Ezért van szükség az úgynevezett bőrkikészítőkre. A magyar cipőkészítés története ezzel a tevékenységgel kezdődik. A magyar bőr Európa szerte ismert volt már a középkorban is. A magyar nyelvben az egyik legrégebb ismert bőr és lábbeli készítőt jelentő szó a tímar. Tímar timsős bőrrel dolgozott, amit saját magá készített ki, de arra, hogy cipőt is készített belőle, bizonyítékuk nincs. A későbbi időszakban feltűntek a tobakosok. Ők főként a kecske, a birke, a lyuk és a balra a nyers bőrét készítették ki. Lábbelit nem vártak.
A várgalki saját maguk készítették ki a bőröket, és valószínű, hogy az új várási technika megjelenése tette szükségessé a megnevezés kialakulása. A csizmádia készítéssel már nem foglalkozott. Szerszámai is különböztek, például a várgáitól. Ők kizárólag csizmát vártak. A cipész cipő készítésével és javításával foglalkozó kisiparos. A csizmadia mesterség mellett kezdett kialakulni mezővárosokban, majd falvakban. Megkülönböztetünk alsó rész és felső rész készít. Az anyaggyűjtés Nadarukban valósult meg 2014. május 15-én. Nyelvi interjút készítettük az adatközlővel. Rengeteg fénykép és bőséges jegyzet készül, amit felhasználtunk a projekthoz. Az adatközlő Telek Lajos 85 éves húsztermester volt, aki Fülekkovácsiból érkezett hozzánk. Szakmáját a Losonci Ines iskolában tanulta, mint alsó rész készítő. A második világháború után fejezte be tanulmányait. A vizsga után megkapta a segédlevelet, majd felszabadult, és beállt segédnek. Dolgozott Füleken egy gyárműhelyében, de Losoncon is, a híres Batya cégnél. A rossz kereset miatt kénytelen volt szakmát váltani. Nyugdíjazásáig tűzoltóként dolgozott Füleken. Kiváló egészségi állapota teszi lehetővé, hogy még a mai napig hű munkájához. A képen lehet őt látni. A nagyobb műhelyekben mindenkinek megvolt a magas húszter széke, munkaasztala, kaptafája és szerszámai. Most pedig bemutatnánk nektek azokat a szerszámokat, amelyeket az adatközlőnktől gyűjtöttünk be. Elsőként a kalapácsa. A kalapácsa a legfontosabb szerszám a cipésznek, mert domború az alja és a széle, hogy ne sértse meg a bőrt. A harapófogóval húzza ki a szögeket a bőrből. A palcfogó laposra ő szerszám és hasonlít a harapófogóra. A kireszelő és a raspolypa szögeket leszeli leveli a cipész. Az ütasztó szerszám többfajta és van tipikus cipész szerszám. Például indulóra, a szögezőmárosra. A knáj. Arra szolgál a cipésznek, hogy bőrt vágjon vele. Glenstick vágó, a cipő talpa felállja vele a cipész. Rádli lámpa felett melegíti és a ráma díszítésére szolgál. Ampasz, vagyis sarokégető, a sárkák vasalják, simítják vele. Snitvas, a cipő szélét pucolják be vele. A kaptafa a lábformájára hasonlít, ezen készül az új cipő. A kaptafa húzóval a kész cipő veszik le a kaptafáról. Kulcsformája van és látható a kiadni. A ringli az fűzőkarika, és a ringli verővel teszik bele a ringlit a lyukba. A fonal várrása szolgál, és a görbetűvel várja fel a cipész a felső részt a bránzolhoz. Bránzor belső talpat jelent, erre várják a felső részt. Álfi a felső részt kitöntő bőrdarab. Lampa, az ampaszt és a radlit melegítik rajta. Ebben szesz döntenek és ez így. Zingervárógép, cipészvárógép. A cipész ezen stoppol. Van külön jobbosoknak és balosoknak, a képen pedig egy jobbos várógépet látunk. A
következő munkafolyamatot saját gyűjtésünk alapján mutatjuk be röviden. Ahhoz, hogy a cipész új cipőt készítsen, mindenekelőtt jó minőségű anyagra, bőrre volt szüksége. Ezt a felső részkészítők készítették elő a cipésznek. A jó minőségű cipő első feltétele a jó grupponttal beszerzése volt. Első lépésben mindig méretet vettek a kuncsaszt lábáról. Egy keményebb papírra körülrajzolták a lábát. Miután a felső részkészítő összevárta a cipő felső részét, ez a cipészekhez került, amit ők az alsó résszel vártak össze. Első lépésben kaptafára kellett rádolgozni a branzolt. A branzol a cipő belső része, vagyis a talp másik oldala. Ezután a cipész vacfogóval fencvikkolta a felső részt, ráhúzta a felső részt a branzolhoz, hogy az ott maradjon, kicsi szögekkel, arhegyekkel fogadta oda, majd görbe tűbe fonalat húztak, hozzavartak a felső részt a branzolhoz, ezt a folyamatot rabindolásnak nevezik. A branzol és a talp közé úgynevezett bálnédert ragasztottak, ami kitöltötte a belső részt. Ezután következett a cipő talpának az elkészítése. Ezeket gruppanbőrből vágták ki a cipő méretétől függően, amit faszögekkel hozzáerősítettek a branzolhoz. Mivel a faszög törékeny, ezért először állal lukakat csináltak a bőrbe, ebbe helyezték bele a szögeket. A nyelvét a felső részkészítő tette bele a cipőbe. Cipés úgy nevezett lyukasztóval lyukakat csinált a cipőfűzőbe. Ezekben ringlit rakott ringlivel segítségével. Cipősarkat maradék bőr darabokból raktak össze. Biztosan sokan kérdezitek, hogy körülbelül mennyi ideig tartott elkészíteni egy új cipőt, és hogy mennyibe kerül. Egy új cipő elkészítéséhez egy és fél nap vagy két nap kellett, és körülbelül 4-5 koronába került. Azt mondják a cipészek, hogy aki már új cipőt tud készíteni, annak nem lehet gond a javítás sem. Mert ugye semmi sem telt örökké, a cipő is kopik és elszakad. A cipészek általában stoppolnak, sárkálnak, ragasztanak, talpálnak, kéregbélést cserélnek vagy cipzár cserélnek. A mi projektünk sem tart örökké. Ezennel megköszönjük a megtisztelő figyelmünket. A csapatunk tagjai mellettem Varga Nikoletta, Berki Simona, Cibula Scarlett, Kalocsai Sabina, Szó Barbara, Gál Boglarka, Szabó Regina és Bisztiánszka Karina. És végül Simon Zoltán. Köszönöm. Köszönöm. És aki még szeretné, az jöhet megnézni a cipőt és a szerszámot.